Hare Krishna, útkeresők, bhakti jogik, ez a 9. lecke, a 21 tulajdonság, ami vezet minket a jóság felé, és persze a legjobb dolog csinálni az a mantrázás, és ebből fogjuk kezdeni a Hare Krishna Maha Mantra. Van, amikor kicsit gyorsabban mondom a mantrát, mint ahogy ti, ezért mert nekem van már több mint 50 év gyakorlat, és amikor úgy érzik, mindez a mantra táncol a nyelvemen. Na, hallgassuk együtt ezt a csodálatos hangvibrációt, hogy mi is tudunk táncolni vele. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Erőszak, mentesség. És ismerünk sok igazából csodálatos embert ebbe a világba, akik az egész életük arra volt rászánva, hogy hogy kerülni el az erőszakot. És ez egyik dolog, ami kell a mi életünkbe is, hogy minimum erőszakkal éljünk ebbe a világba. Na most itt sokat tudnánk beszélni, egyik legfontos aspektusa az erőszakmentességről, az azt jelenti, hogy a mi diéták. Ugye vegetáriánusok, vegánok, őnekik egyik fő célja, hogy most miért nem eszünk hús, tojást, halat és más ilyenféle dolgokat, mert ebben van erőszak, és igazából egy magasabb szintű, nagyon határozott és borzalmas féle erőszak. Igen, a növényeket, gabona, ezeket is enni, ebben is van valamilyen féle erőszak, de ez az erőszak sokkal kevesebb, mint a másik. És a legfontosabb dolog, hogy ezt az erőszakot elengedi a szentírások, és a másikokat meg nem. Erőszakmentes élet. És a diéták. Szóval választani azt a diéta, ami nem okozunk erőszakot más élőlényeknek, de ne okozunk erőszakot önmagunknak. Mert ezek az ennivalók, ezek ugyanakkor bántanak nekünk, mert nem egészségesek. És aztán persze vannak olyanféle dolgok, mint kábítószer, alkohol, mindezek a mámorítószerek, ezek is erőszakot okoznak magunknak. És akkor vihetjük az erőszakmentességet még egy másik szintre, hogy az életünk olyan, hogy minimális erőszakot okozunk más élőlényeknek. Ami azt jelenti, hogy olyanféle munka, olyanféle szakmánk legyen, ha tudjunk már választani, és főleg ez a fiataloknak szól, ami tudjuk, hogy ez nem fog kárt okozni másoknak. Valahol mögötte itten nem gyártanak fegyvereket, vagy csapnak be embereket, vagy valami vágóhíd van, vagy valamilyenféle magas szintű erőszak. Hasonlóan, hogy nem okoz kárt a környezetnek. És lehet, hogy ez a féle más erőszakmentesség a diétán kívül, amiről a mai világban emberek tudatosak, hogy mi tudjuk, hogy pusztítjuk el a környezetünket, ami azt jelenti, hogy nem csak a világ, ami körülöttünk van, aznak követünk el erőszakot, hanem mindenki, aki abba él, az állatok, az emberek, mindenki emiatt szenved, és végre persze mi is szenvedünk. Csökkentjünk a
mennyiség plasztikot, amit használunk. Kerüljünk el azok a féle dolgok, amik szennyezik a környezetet. Erről nem beszélek részletesen, de egy keresés a Google-on, és rögtön fogunk kapni 10 dolgot, vagy 50 dolgot, egy nagy listát, ami kárt okoz a világunkhoz. Hogy tudunk így minimális erőszakkal élni? És persze ez azt is jelenti, hogy mi úgy viselkedünk és úgy élünk, hogy nem vagyunk erőszakos, ami azt jelenti, hogy igen, nem vagyunk goromba. A Bhagavad Gita-ban Krisna mondja, hogy olyanféle szavak, vagy olyanféle beszéd, ami mindig elkerüli az udvariatlan kifejezéseket. Mindig dicsérni másokat, kedves szavakat használni, inkább, mint goromba, és egy nagyon fontos dolog, hogy maximálisan próbálni mosolyogni. És amennyivel többet mosolygunk, akkor igazából fényt hozunk másoknak az életébe. Szóval itt egy jó lehetőség, ezen a héten vizsgáljuk át az életünket. Mik azok a gyakorlatok, mik azok a dolgok, amit mi csinálunk, ami károsak, amit erőszakot okoznak, és amiket mi ki tudunk venni az életünkből, és inkább legyen az életünk egy pozitív dolog. Ami aztán a másik aspektusa az erőszakmentességnek, hogy tudunk örömöt hozni másoknak az életébe. Jó, elkerüljük a kárt, de hogy hozzuk a örömöt? Hogy hozzuk a jót? És persze a legjobb dolog az, hogy mi tudunk másoknak adni a transzendentális tudást, és tudunk másokat is lefoglalni, vagy adni nekik is az a tudás, ami vezeti őket a mantrázáshoz. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.